Folytatódik az iskola gyümölcs program, amelyben a Klebelsberg intézmény fenntartó központ nagyobb lehetőséget kíván adni a helyi termelőknek és beszállítóknak. Az iskolák maguk kötnének szerződést a már működő iskolatai beszerzések mintájára. Szeptembertől az alsósok mellett az általános iskolák 5-es és 6-os tanulói is egészséges gyümölcshöz jutnak a program jóvoltából. A közbeszerzési pályázati felhívás kedden jelent meg. A központ azonban egyelőre visszavonta. A stúdióban Veres János, az MSZP képviselője volt, pénzügyminiszter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek és a nézőknek. Mit gondol erről? Ugye az MSZP azt mondta, hogy önök megtámadták ezt a pályázatot rögtön megjelenése után szinte, és azt mondják, hogy a visszavonás az önök kritikájának következménye. Ez biztos? Nézd, de ha nem a mi kritikán következménye, akkor jól lenne tudni, hogy pontosan mi az oka a visszavonásnak. Én nem tudom másnak tulajdonítani, mint annak, hogy a keddi napon a parlamentben napi rendelőt elmondtam, hogy milyen sok probléma van ezzel a pályázattal. Nem fért bele az 5 percbe, hogy elmondjam valamennyi problémáját a pályázatnak, azonban a hétfői napon egy 8 oldalas beadványt tettem a közbeszerzési hatóság elnökéhez, azzal a céllal, hogy a hatóság szüntesse meg ezt a közbeszerzést, hiszen nyilvánvalóan egy olyan Fidesz mutyi készült ennek a közbeszerzésnek a égisze alatt, amit nem lehetett megengedni. Ez kizárta volna a magyarországi kistermelőket, kizárta volna a helyi termelői értékesítő szervezeteket abból, hogy ellássák azt a körzetet, azokat az iskolákat, amelyeket eddig is elláttak. A helyi termelők. Azt állítom, így van. És ezt tudja bizonyítani. Természetesen meg kell nézni a pályázati kiírásnak a feltételeit. Olyan feltételek szerepeltek ebben a pályázati kiírásban, ami egyértelműen azt preferálta pontozással, hogyha egy szervezet az ország mind a 7 régiójában nyertes pályázó, akkor 2-szer annyi pontot nyer a pályázat során, az értékelésnél, mint például az árral, amit el lehetett volna érni. Tehát nem azt számított, hogy mennyiért szállítja be a gyümölcsöt, hanem nyerje meg mind a 7 régiót egy pályázó, és ebben az esetben az egész ország egy szerződésben az övé lett volna. Egy ilyen potenciális pályázó el is indult az országban kistermelőket, őstermelőket, tészeket megkeresett azzal, hogy legyenek az ő alvállalkozói. Ő 10%-ot kért volna az ő általuk teljesített szállítás ellenértékéből, úgymond fővállalkozói díjként, és egyébként pedig azt szerette volna, hogyha egy meglehetősen egyoldalú szerződéses feltételrendszert ezek a termelők aláírtak volna. Én a történetet onnan ismertem meg. Ezek a termelők fölháborodtak azon, hogy miért nem jó az, hogy ők beszállítanak a településük iskolájába, a szomszéd településre átviszik a terméket. Közvetlenül kapták meg természetesen a pénzt. Igaz, hogy egy hosszú elszámolási időszak után, de biztonsággal megkapták a pénzt. Miért kell nekik valaki alvállalkozójává válniuk ahhoz, hogy folytathassák ezt a programot? Ez a felháborodás hozta el panaszra azokat a termelőket, akik jó részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termesztik meg az almát, hogy akkor nekik most mi lesz a jövőjük a későbbiek során. Ezért szóltam én napirendelőt a parlamentben, és teljesen bizonyos vagyok abban, hogy a fellépésnek hatása van abban, hogy a szerdai nap délután azt mondta a Klebelsberg intézmény fenntartó központ, hogy mégsem volt jó ez a pályázat. Azt mondják ők, hogy azért mondják vissza, mert hogy a kistermelőket, a helyi termelőket szeretnék, hogyha továbbra is szállíthatnák. Akkor nem kellett volna ilyen pályázatot kiírni. Most új pályázatot követelnek önök? Természetesen kezdettől fogva azt mondtuk, hogy ez itt tartalatlan. Én nem azt mondom, hogy új pályázat legyen, én azt mondom, hogy kössék meg azzal a 90 szervezettel, ami az országban eddig is teljesítette ezt a bizonyos szerződéses feltételeket, kössék meg a szerződéseket a továbbiakban is, ugyanis semmi nem írja azt elő, hogy másként kell ezt csinálni. Azért, mert létrejött a Klebelsberg intézmény fenntartó központ, és centralizálva van az intézmény fenntartás bizonyos kérdésekben, csak rajtuk múlik, hogy megadják-e a döntési lehetőséget az intézményvezetőknek arra, hogy mondjuk a tankerületi vezetőkkel, mint ahogy ez most nagy valószínűséggel meg fog történni egyeztetve, megkössék a további időszakra és a szerződést. Ugyanis nincs sem az Európai Uniónak, sem Magyarországnak olyan előírása, ami alapján köteles lenne egy központosított közbeszerzésben, az ország valamennyi államilag fenntartott intézményében ezt a bizonyos iskola gyümölcsöt programot ilyen módon csinálni. Ezért azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy az eddigi pályázati kiírás az egy téves alapállásból indult ki, amely egy ismételt központosítást eredményezett volna, ezért azt helyeslem, hogyha a termelők be tudják szállítani a gyümölcsüket. A magyar termelő a magyar gyümölcsöt szállítsa be a magyar gyermeknek az iskolába, hogy ellássa. Szerintem ez az egyszerű dolog, és nagyon remélem, hogy ezt a döntést fogja a kormányzat hozni. Persze, azt is elvárom, hogy a kormányzat tegye világossá, hogy ki volt ennek a felelőse, és tegyék világossá azt is, hogy lehet az, hogy egy fideszes országgyűlési képviselő tésze,
mint alapító 6 héttel hamarabb megalapította a Magyar Iskola Gyümölcs Kft-t Magyarországon. Nyilván valamilyen, hát nem légből kapott információ alapján csinál valaki egy társaságot ilyen néven, 6 héttel a nyilvános közbeszerzés meghirdetése előtt. Azaz azt várom, hogy ennek az ügynek mind a két szálát érdemben válaszolja meg a kormány, érdemben válaszolja meg a Fidesz, különben rajta szárad a Fideszen az alma mutyi kérdése is, a cigaretta és a dohány mutyi után. Pártpolitika. Kell-e ellenzéki összefogás? Úgy gondolom, hogy a jelenleg érvényes magyar választási rendszer kikényszeríti és szükségessé teszi az ellenzéki összefogás, hiszen ilyen módon van lehetőség arra, hogy a jelenlegi kormány helyett egy demokratikus ellenzék erőkből álló kormány alakuljon Magyarországon. Nagyon kevés az időnk, tehát totószerűen fussunk végig az alapkérdéseken. Az együttműködést akadályozza az, hogy Mesterházy elnök úr és az Együtt 2017 képviselő Bajnai Gordon szemmel láthatóan nem tud kiegyezni abban. A színfalak előtt nincs nyilvánvaló ellentét, de mind két csoportosulásban tudják, hogy itt nagyon nehéz lesz, hogy ki a dudás a csárdában eldönteni. Én nem tudok ilyenfajta konfliktusról, én azt tudom mondani, hogy biztos, hogy meg fog tudni állapodni az ellenzéki összefogás abban, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Erre Karácsony Gergely azt mondta a Párbeszéd Magyarországért képviseletében itt a Rekontrában, hogy alkalmasság szempontjainak kell dönteni, és ha azt nézik a mostani felmérésekben, akkor a miniszterelnöki alkalmasságvizsgálata tekintetében Bajnai Gordont alkalmasabbnak tartják az emberek. A Szocialista Párt el tud képzelni egy olyan forgatókönyvet, ahol Mesterházy Attila mondjuk Bajnai Gordon külügyminiszter lesz, vagy miniszterelnök helyettese? Nem jó személyre teszi fel a kérdést, mert a Szocialista Párt nevében nem tudok nyilatkozni erre a kérdésre, ellenben abban kész vagyok nyilatkozni, hogy miután ezek a bizonyos tárgyalások a közeli napokban elkezdődnek, én szerintem fölösleges most olyan pozícióépítésbe kezdeni, hogy a nyilvánosságon keresztül üzengetünk egyik vagy másik szereplőnek, hogy nem így kellene, nem úgy kellene és nem így gondoljuk. Én szerintem az a helyes, hogy ezek a tárgyalások lezajlanak, megállapodás meg lesz, én ebben teljesen biztos vagyok, és megfelelő személy fogja vezetni az ellenzék összefogást annak érdekében, hogy a következő tavasszal ne Fidesz kormány alakuljon Magyarországon. Én szerintem ez a helyes válasz ebben a kérdésben. Én nem látom azt, hogy itt személyi kérdésekről szabad lenne, érdemes lenne vitatkozni, meg fogják beszélni a szereplők ezt majd a tárgyalások során, az egyeztetések meg fogják hozni ezt az eredményt is. Veres János, köszönöm, hogy itt van. Köszönöm.